Szeretettel köszöntöm Regele Krisztinát. Szia, Kriszti! Köszöntöm én is szeretettel a kedves nézőket. Szia, Judit! Nagyon örülök, hogy láthatunk, és hogy a technika mellettünk van. Hol vagy éppen? Tegnapi napon délután megérkeztem Fatimába, úgyhogy itt fogok most eltölteni 3 napot, és majd péntek reggel innen tervezek további. Akkor ez egy nagyon szép ajándék számodra is, meg számunkra is, hogy pont Fatimából tudsz bejelentkezni, de jóval messzebbről indultál. Hány hete vagy úton most már? Pontan most számolgattam ki, 43 napja vagyok már úton, kicsit több, mint 5 hete, és Lyonból, Franciaországból indultam el kerékpárral, oda Flixbusszal jöttem ki, az kiszállította a kerékpáromat, és akkor először egy úgymond nem tervezett útvonalon tekertem el a Le Camino-nak az első állomásáig, Le Puy-ig, és onnan pedig rácsatlakoztam a Le Camino-ra, majd letekertem Lourdes-ba, át a Pireneusokon keresztül, és akkor Saint-Jean-Pied-de-Port-tól jövök a francia úton. Azért ez egy nem mindennapi vállalás. Hogyan találtad ki egyáltalán, hogy útra keljél? 2 iskolaváltás között vagyok jelenleg, és amikor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék már egy másik munkahelyen dolgozni, úgy éreztem, hogy szükségem van arra, hogy egy nagyobb szünetet tartsak, és akkor találtam ki, hogy el szeretnék indulni a kerékpárommal. Az, hogy hova, az még nem volt megtervezve. Ezek mind később alakultak ki, különböző beszélgetések hatására jöttek az ötletek, hogy akkor az El Camino legyen az az útvonal, ahol nekem ezt az utat meg kellett tennem, és ezután jött az a gondolat, hogy jó lenne ezzel az úttal segíteni az Afrika Alapítványnak. Így van, hiszen azt is adtuk a beszélgetés címének, hogy úton egy iskoláért, és hát most már mondtad, ez az Afrika Alapítványnak egy iskolája, tehát nem is egy akármilyen iskoláért tekersz. Így van, Rékát kisgyerekkorom óta ismerem, és amióta az Afrika Alapítvány elő a misszióját végzi Afrikában, azóta folyamatosan nyomon követem az ő útját, és úgy jött a gondolat, hogy megkeressem őt, és megkérdezem, hogy hogyan tudok a saját eszközeimmel segíteni az ő alapítványuknak, és most nincs arra lehetősége, hogy kimenjen Afrikába. Ekkor mondta nekem, hogy talán ebbe az iskolaépítési projektbe lenne a leghasznosabb, hogyha be tudnék csatlakozni, ehhez gyűjtsünk adományokat. Nekem pedig nagyon tetszett az ötlet, hiszen én is tanítónő vagyok, úgyhogy pontosan tudom, hogy mennyire fontos az oktatás, és mennyire fontos, hogy minden kisgyerek alanyi jogon hozzájuthasson. És egyébként mennyit tudsz Afrikáról, hogy milyen iskola fog épülni ott majd? Ez ugye Nigériában lesz. Így van, Nigériában, Ogidi városában szeretnénk ezt az iskolát felépíteni. Már jóval korábban elkezdték építeni. Rékának és Amaka nővérnek volt az álma, hogy ott lehessen egy iskola, ahova a helyi szegény gyerekeket tudják majd vinni a szüleik, és ott tudnak tanulni. Beszélgettem vele arról, hogy mi a helyzet Afrikában. Volt bennem egy elképzelés, hogy hát nem egyszerű ott, de amiket tudta, az azért ez hatványozottan igaz az ottani viszonylatokra. Úgyhogy például az iskolát úgy oldották meg, hogy botokkal, meg nejlonzacskókkal próbáltak az időjárás ellen védekezni, hogy mégis a gyerekek azért egy védett körülmények között tudjanak tanulni. Úgyhogy szükség van a segítségre, és nagyon nagy szükség van arra, hogy egy rendes épületben tudjon zajlani a tanítás. Azért most egy kicsit visszatérünk rád, mert hát te is nagyon sok lemondással találkozhatsz szembe szerintem ezen az úton. Mi az, amit kiemelnél ezekből a napokból, hetekből, amik mögötted vannak? Legfrissebb élményként az elmúlt 4 napot tudom emi. Eddig végig tényleg csodálatos, áldásos időjárás volt. Volt, hogy a spanyol szakaszon pont arra panaszkodtunk, hogy mennyire meleg van már 12 vagy 1 óra után. A legtöbb zarándok, akik gyalog teszik meg ezt az utat, már 4-5 óra körül elindulnak reggel, csak hogy délben megállhassanak, mert hogy akkor már nagyon, nagyon meleg lesz. Itt az elmúlt 4 napban Portugáliában viszont végig szakad az eső, úgyhogy ezek különböző kihívások elé állítottak engem. Gondolva itt az útvonalra, sokszor vezet erdei úton az utam,
és ilyenkor, hogyha felázik a talaj, akkor nem egyszerű akár feltolni ott a biciklit, akár a szembeömlő sárlavinával találkozni. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, illetve most a ruháim azok csuromvizesek, 4 nap nem tudom szárni őket, úgyhogy jó is, hogy megérkeztem Fatimába, mert itt most próbálom egy kicsit majd rendbe tenni magamat, illetve a felszerelésemet, kerékpáromat is egy kicsit gondoznom kell, úgyhogy ezek most talán a legnagyobb kihívások, de bízom benne, hogy egy pár nap múlva azért újra jó idő lesz itt is. És mi a célod még, meddig leszel ott Portugáliában? A következő állomásom az Lisszabon lesz, és a portugál útam elején találkoztam egészen véletlenül az első megállomnál egy templomban egy lisszaboni kis csapattal. És meghívtak maguk, mert szeretnének vendégül látni, úgyhogy a következő állomásom az, hogy hozzájuk megyek, ott eltöltök egy pár napot, és akkor az, hogy onnan hova tovább, az majd még alakul. De azért az út során milyen bizonytalanságaid voltak, vagy mindig tudtad, hogy ma itt kelsz föl, itt fogsz lefeküdni, tehát hogy honnan, hova indultál, ez mennyire volt megtervezett, vagy mennyire megtervezhető? Teljes bizonytalanság volt gyakorlatilag. Nem lett túl tervezve, ha szabad így fogalmaznom. Az El Camino az abból a szempontból egyszerűbb, hogy ott adott az útvonal, adottak az etapok, tele vannak zarándokszállásokkal, tehát itt egy pillanatig nem kell azon izgulni, hogy ki hol fog aludni, mert biztos, hogy fog találni szállást. Az azt megelőző szakaszon ott én terveztem az útvonalamat napról napra, és azt, hogy hol aludjak, használtam egy kerékpárosoknak lévő alkalmazást, ahol a helyiek szállás voltak el, úgyhogy igazából előző nap rájuk írtam, hogy tudnának-e fogadni. A legtöbben tudtak fogadni Franciaországban, vagy ahol megálltam, fáradt voltam, megkérdeztem a helyieket, mit tudnak javasolni, és volt, hogy valaki a saját otthonába behívott, és ott látott vendégül egy éjszakára. Úgyhogy, ha mondhatni, bizonytalanságokkal tele van az utam, de soha nem éreztem azt, hogy nem lennék biztonságban, vagy hogy kétségbe esnék az, hogy mi lesz a következő lépés. Hála Istennek sikerült jó döntéseket hozni eddig, és mindig csodálatosan alakultak ezek a szálláshelyek megtalálása is, illetve az útvonalak is nagyon szép helyen vezetnek. És nyelvi akadályaid egyáltalán nincsenek? Én angolul beszélek egyedül, úgyhogy az utam elején egy Franciaországban élő hölgyet kérdeztem, hogy Franciaországban mennyire beszélik az angolt, azt mondta, hogy nem nagyon. Azt tapasztaltam, hogy igazából teljesen mindegy, hogy beszéljük-e az adott országnak a nyelvét, vagy hogy azzal az adott emberrel beszélünk-e közös nyelvet. Például volt, hogy Lourdesban egy kolumbiai hölgyel úgy kirándultunk, hogy végig a Google fordítóval beszélgettünk, és ennek ellenére nagyon mély beszélgetéseket sikerült létrehoznunk, és egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk azóta is. Franciaországban, amikor találkoztam az én jótevőmmel, Pierre-rel, vele inkább németül, angolul, ő franciául, én néha magyarul, tehát hogy mindenféle kevert nyelveken beszéltünk, és mégis megértettük egymást. Spanyolországban is volt egy hölgy, aki mondta nekem, spanyolul mondtam, hogy nem igazán értem, amit beszél, úgyhogy azt mondta, hogy itt egy virág, ezt legalább érteni fogod, úgyhogy a kezembe nyomta. Tehát ha valaki amiatt izgulna, hogy ne értetné meg magát, vagy ne értené meg a helyieket, akkor activity-be szerintem mindenki jó, úgyhogy értik és látják, hogy zarándok vagyok, segíteni szeretnének, mindenki úgy áll hozzám, hogy a lehető legjobbat nyújtsa. És hogy tudod a célodat minél inkább propagálni, úgymond, hogy ezért az iskoláért tekelsz? Ezt ott, akikkel találkozol, azoknak is elmondod, hogy fogadják ezt, amit szeretnél majd Afrikában? Rékával igen, azon együtt. Túl, hogy az otthoniakkal megosztom az itteni élményeket, az ittenieknek is, amikor kialakul már egy olyan kapcsolat, akkor igazából egy pár mondat után megkérdezik, itt az El Caminon mindig megkérdezzük egymástól, hogy miért jöttél. És el szoktam mondani, hogy ezért az iskoláért jöttem, és nagyon nagy elismeréssel vannak ezek az emberek. Például Pierre, akiről az imént beszéltem, neki van egy magyar vonatkozású rokoni szála is, és oda is elküldtem azonnal, kérte, hogy küldjem el a plakátot, szeretnék ők ezt továbbítani másoknak, szeretnék, hogyha minél több emberhez eljuthatna.
Úgyhogy nagyon nyitottak, nagyon közvetlenek, és nagyon nagy szeretettel fogadják ezt a projektet. Tegnap például egy mozambik kisráccal találkoztam, úgyhogy vele hosszan elbeszélgettünk az afrikai életről, és azt mondta, hogy nagyon hálásak azért, hogy az európaiak észreveszik őket, és látják azt, hogy ott milyen nehézségek vannak, és hogy a saját eszközeinkkel próbálunk nekik segíteni, ez nagyon sokat jelent ott. Esetleg a te következő célod is Afrika már? Hát ez nem egészen biztos, erre még nem beszélgettünk Rékával, nekem egy titkolt vágyam már nagyon régóta, tehát még a projekt előtt, hogy szeretnék Afrikába kijutni, és szeretném megnézni, tényleg azt átélni, hogy milyen körülmények között élnek ők, illetve belecsöppenni abba a hitvilágba, az ő, ahogyan ők megélik a saját hitüket, videókon láttam már, de azt gondolom, hogy valami egészen csodálatos lehet. Egyébként ezt itt is nagyon jó megélni, hogy ahogy haladok országokon át, hogy változnak a szentmisén a szertartások, hogyan viszonyulnak az emberek egymáshoz. Spanyolországban még csak ölelkeztek a mi atyánk után, itt Portugáliában már mindenki pusziszkodik, úgyhogy nem tudom, Afrikában biztos már táncolnak, tehát azt gondolom, hogy ha egyszer lehetőségem lesz rá, akkor szeretnék majd kimenni, akár a saját kezeimmel is segíteni ennek az iskolának az építését. Kriszti, nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és hogy a technika is úgy tűnik, hogy mellettünk volt végig. Úgyhogy neked most feltöltődést kívánok ott Fatimában, és hát reméljük, hogy az időjárás is jobbra fordul, hogy tudjál tovább indulni, és hogyha Budapesten jársz, akkor várunk szeretettel a stúdióban, és majd egy kicsit többet mesélj nekünk az élményeidről. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Na, pont most szakadozott egy kicsit a vonal, úgyhogy még hogyha egyszer el tudsz köszönni tőlünk, megpróbáljuk újra, de úgy Éppen tűnik... Én is a meghívás, mindenkinek további szép napot kívánok. Köszönöm, na pont így a technika így volt velünk, de akkor várunk téged majd itt Budapesten, addig is minden jót kívánok neked, és sok erőt a következőkhöz még. Köszönöm.